Három, kettő, egy. Na, jó reggelt, hát nem reggel van, ilyen dél. Hízzétek el, hogy éjszaka tiktokoztam, és kiadott egy éttermet, egy ilyen mac and cheese-ező helyet, és úgy voltam, hogy úristen, na én ezt holnap mindenképp kipróbálom, annyira jól néztek ki, és a videó végén derült ki, hogy ez a hely Győrben van, és ezért most fogom magam, és elmegyek Győrbe, mert ugye van országbérletem, amivel igazából csak helyjegyet kell venni a vonatra, és lent vagyok Győrbe, és megnéztem, hogy ilyen 1 óra 20 perc a menetidő, úgyhogy megyek Győrbe egy jót enni. Szóval, hogyha bármikor elgondolkodnátok azon, hogy én mennyire szeretem a hasam, akkor csak mindig nézzétek meg ezt a videót, mert az van, hogy megláttam ezeket a tészteket, és így nekem ez kell. Úgyhogy megkaptam egy barátnőmet, ő jön velem, úgyhogy megyünk. Nem, hát, nem, ezért jó, hogy ilyen kompakt. Így olyan jó dolgokat tud csinálni. Tehát, hogy tudod, ami pont ilyen idegesítő, hogy jajnos, mit rakjak alá, hogy úgy álljon, ahogy izé, és így ez így semmit, hogy amit ezzel lehetett mozgatni a tetejét, hogy ilyen nem szóval. Na hát végül az történt, hogy lekéstük, vagy nem lekéstük, hanem nem volt már helyjegy arra a vonatra, amire akartunk menni. Egyébként ezt pont egy nap olvastam, hogy csomó IC-t, meg ilyen sima vonatot is így törölnek, vagy valami így el sem indul, meg ilyenek, szóval. Igen, igen, egy kocsi így nem volt hozzá rakva, igen. Szóval végül az volt, hogy csak az első osztályra tudtunk volna jegyet venni, amihez így az országbérlet annyira, szóval így nem volt annyira megérős a dolog, de megvettük volna, de aztán igazából elfogytak a helyjegyek, szóval meg se tudtuk venni. Úgyhogy végül itt a Keletinél beültünk most egyet kávézni, és a 13-15-össel fogunk végül majd levenni Győrbe. Téged lehet mutatni? Amúgy ide kell nézni. Na most egy ilyen óriási teszt fog következni, ugyanis borsófejjel kértem a kávémat, amit szerintem életemben így egyszer ittam. És úgy emlékszem, hogy az íz lett, szóval lássuk. Amúgy finom, de még így, hogy sötét pörkölésből kértem, is sem nagyon erős. Aha. Még a szilárdnál nem. Vagy lehet csak már annyira kávésen szeretem inni az ilyen dolgokat, hogy az már semmi nem elég kávés. Nem, mondjuk kávé, ez néz ki egy ilyen normál lapé. Igen, igen, igen. Ja, amúgy anyukámnak ma van a szülnapja, csak nem ért rá őt programozni, úgyhogy, úgyhogy a Rebekával vagyok belemondásra. De azért felhívom. Na, anya... Kinyomott. Bulizik lehet. Azt jelenti, hogy később visszahívlak. Úgyhogy nem köszöntjük fel most anyát. Közben meg is érkeztünk Győrbe, viszont megváltoztattuk a programot. Először nem enni fogunk, mert Rebi még nem éhes, hanem először elmegyünk a Rusty kávézóba, ahol majd áttervezünk öltözni, és állítólag tudunk a Dunában fürdeni. Szóval ezt én nagyon-nagyon várom, mert hogy ott van a Duna holtága, amiben így szoktak is állítólag emberek fürdeni, mert ezt egy győri ismerősömtől kérdeztem meg, hogy milyen programokat ajánl, és így mondta, hogy tudunk fürdeni, szóval ez tök jó. Thank you.
Baross Gábor outfit check. Kiegészítő kalap, iránytű. És hogy valami normális dolgot is mondjak, ő így a vasút fejlesztésben játszott nagy szerepet. És így néz ki. Én be like. Tök durva, megérkeztünk amúgy a kávézóba, és ez konkrétan a Duna partján van, így itt ülünk. És itt a kávézó, itt van a Duna. Lehet, hogy azért meg hideg. Ez túl forró. Amúgy ugye most lesz majd a szőnapom pár nap múlva, és tegnap érkezett meg az óra, amit magamnak rendeltem szőnapomra, szóval ezt kaptam magamtól, és nagyon-nagyon tetszik, és szerintem nagyon-nagyon andrisos, hogy így fekete és ezüst, és ilyen kövekkel van ugye kirakva, nagyon-nagyon tetszik nekem. De tényleg mélyül amúgy, de pont erre számítottam a Dunánál, hogy így. Jó, 3, 2, 1. De nem ezért, ez hidegebb, mint szokott. Vagy ide, vagyis most fürdök először a Dunában, de hogy hidegebb, mint a Balaton sokkal. Viszont tök jó az alja, nekem nagyon tetszik, hogy ilyen kavicsos. Igen. Tök élvezhető. Meg nekem tetszik, hogy ez itt ilyen zöld. Amúgy azt beszéltük pont, hogy teljesen el tudunk képzelni itt ilyen krokodilokat, mert hogy pont úgy néz ki ez a rész, hogy mintha ilyen krokodilok is élnének itt. Igen, pont ezt akartam mondani. De bukjak. Nem merek. Tönkre megy a hajam. És tényleg tönkre megy a hajam, és még ugye megyünk enni. Szóval lehet, hogy nem bukok le. Vagy csak így az arcomat. Mude bátor. Ez nagyon szép, így nekem nagyon-nagyon tetszik. Ott amúgy mi van? Hol? Ez sziget, vagy ez mi? Hát ússzát, és megnézed. Hát szabad. Hát, ha nem félsz a krokodiloktól. Na nézd most azt a nőt, azt igen. Ott, így leránthatnánk őket. Kezdődhetne egy ilyen film. Amúgy írjátok majd meg kommentbe, hogy ti hova szoktatok járni strandolni Magyarországon belül, hogy milyen strandokat lehetne még kipróbálni, mert mióta van ez az országbérlet dolog, igazából mindig csak helyjegyet kell venni, és így bárhova el lehet menni Magyarországon belül, ami szerintem tök jó. Most én országbérlet influencer vagyok. De nem, de tényleg tök jó ez az országbérlet dolog, úgyhogy írjátok meg, hogy milyen jó strandokat ajánlotok, és el fogunk menni a nyáron az összesre, amit írtok. Na, elhatároztam, hogy át fogok úszni a túloldalra, csak azért, hogy megnézem, hogy ott vannak-e krokodilok, és aztán visszajövök. Meg fogjuk nézni, hogy mennyi idő alatt tudom leúszni ezt a... Mi van? Semmi napot. Meg fogjuk nézni, mennyi idő alatt tudom leúszni ezt a távot. Egy-kettő. Jó, mi a tipped? Oda-vissza? Aha. Milyen 8 perc? Szerintem 5 perc, 27 másodperc. Na, 3, 2, 1. Nem megyek tovább. Miért? Krokodilok vannak? Ijesztő. 7.19, 7.20, 7.21. Ez az. Mennyi? Kereken 8 perc. Kereken. Tényleg? Aha. Dehogy. Én 2 perc. Most már 8 óra 1. Vagy 8 óra 8 perc. Na de mennyi? 1.40. De hát ugye nem úsztál át.
Jó, ez igaz, de amúgy nagyon ijesztő, mert ahonnan ilyen árnyékos, onnantól, hogy nagyon hideg a víz. Ó, mert ott már tuti nagyon mély. És ezért megijedtem, szóval vissza kellett fordulnom. De jó volt. Azért is nehezen úsztam, mert nem raktam bele a fejem. Aha. Továbbra is szép maradjon a hajam a mac and cheese-re. Amit most előre ledolgoztál. Igen. Pedig amúgy nagy, nem is szokott hűtőbe lenni annyira. De közben végeztünk a strandolással, és most megyünk a fő attrakcióra. Megyünk enni azt a mac and cheese-t, a Man Cheese nevű helyre, ami egyébként egy konyafőnök győztesnek a helye. És közben már konkrétan szomja haltunk, mert a strandra nem vittünk magunkkal folyadékot, ami egy nagyon buta dolog volt, de hál' Isten itt a győri dohányból megmentett minket, úgyhogy szuper. Jedlik Ányos, mert ő találta fel a szódavizet. Egy olyat választottunk, ami ilyen tépet sertés húsos, ugye mac and cheese az alapja, pirított hagyma van rajta, sajt, meg van mondjuk még mi? Ennyi? Koszló saláta, igen, ami tök érdekes egy mac and cheese-en. Aztán itt van ilyen csirkemell, ami ilyen ropogós bundában van, illetve ez egy sima, így a csirke mellé. Szóval ezt a kettőt választottuk végül, illetve kaptunk aiba kettő limonádét, úgyhogy tök jó. Nagyon jó. Nagyon. Úristen. Nem véletlenül gondoltam, hogy ide el kell jönni. Az a szósz isten. Igen. Nekem így az alap mac and cheese is nagyon-nagyon ízlik. Uh-huh. Az a helyzet, hogy megérkeztünk a vasútállomásra, és az a vonat késik 70 percet, ami 16:58-kor megy Budapestre. Szóval igazából nagyon bízunk benne, hogy a miénk... Most mennyi az idő? 18:07 van, és a miénk alapból 18:21-kor menne, de már most kértek, hogy 5 percet késik, szóval igazából nagyon bízunk benne, hogy nem késik többet, mert este lesz így programunk a Margit-szigeten, szóval mármint amire egy időre kell odaérni. Úgyhogy kicsit most így ettől tartok, de remélem minden rendben. Ja. Jó, de ez így hozzá kell szoknom. Nem is ismered. Ja, ez az időt mutatja. Ez az időt mutatja. Most értem haza. Hazafele a vonatot olyan volt, hogy... Hagyjuk is, konkrétan ilyen 50 fok volt, nem működött a klíma, ablakot se lehetett kinyitni, ellenben voltunk, tehát tele volt az egész vagon, úgyhogy ez most egy nagyon durva másfél óra volt, de hazaértem, és most van nagyjából olyan 17 percem lezuhanyozni, átöltözni és elindulni, ugyanis a Margit-szigeten zenélő szökőkút ilyen Disney tematikájú lesz, és a Disney meghívott, hogy nézzem meg, ma van ennek a premierje, úgyhogy gyorsan átöltözöm, vagyis gyorsan lezuhanyzom, felöltözöm és indulok, és most ezt így nagyon-nagyon gyorsan kell, nagyon nem szeretek gyorsan készülődni, megmondom őszintén, de most akkor így... Ezt így megpróbálom kivitelezni. Pillanatok kérdése, és amikor már újra látok, akkor már gyönyörű vagyok. Mert most is gyönyörű vagyok, de sokkal szebb leszek. Tadá! Mondtam, hogy jobban fogok kinézni, azon kívül, hogy konkrétan nincs annyi izzadság a világon, amennyit én most kiizzadok, mert annyira melegem van. Bekapcsoltam ugyan a klímát. A klímám egy másik sztori, mert szerintem nincs jól kitisztítva, és már nem hűt annyira, mint amennyire kéne, úgyhogy ez nagyon nagy probléma jelenleg, mert a lakásomban így alapvetően 500 fok van. Szóval, na mindegy, kész vagyok, kicsit vagyok csak késésben. Nem sikerült olyan gyorsan ez a készülődés, mint kellett volna, de azért nagyjából időben vagyok, úgyhogy ha most nem beszélek hozzátok sokat, akkor oda is fogok érni időben. Úgyhogy induljunk el.
konkrétan anyát azóta nem értem el, mióta délelőtt fel akartam hívni, hogy boldog szülinapot neki, úgyhogy egész nap így hívogatjuk egymást, mert én akkor meg nem tudtam felvenni, amikor a vízbe voltunk, szóval ez borzasztó. Szia! Na szia anya, boldog születésnapot, végre elértelek. Köszönöm, kívülságban látom, jól érezted magad. Igen, ma voltunk. Voltatok most strandolni? Igen, Győrben voltunk strandolni. Jól érezted magad? Igen, igen, nagyon jó volt. Hát mondjuk hülyeként és víz közelben, de örülök neki. Kintem. Veled is minden rendben van? Csak a Rebekával voltam. Kettem voltam? Aha. Na, jó van. Hát most az lesz, hogy a szökőkúton, tudod, voltunk már zenélő szökőkútnál együtt, na ott most csak Disney dalok lesznek. Isten éltessen, anya, még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és nagyon-nagyon érezd jól magad, jó? Jó. Szeretlek, anya. Okay. Szeretlek. Puszi, szia, szia. Na végre anyát is sikerült felköszöntenem a szülinapján, így este 9-kor. Amúgy konkrétan csodálatos az ég. Mindjárt megmutatom, ilyen mesébe illő, nagyon brutál. Mindig észreveszem, hogy tök igaz az, amit szoktam mondani, hogy bárhol vagyok a világban, így Budapest számomra mindig a legszebb. Ennyire durván szép belvárosa nagyon kevés európai országnak van, mint ami Budapest. Vagy mi van? Most ennek volt értelme? Szóval, mit akartam mondani? Szóval Budapestnél szebb ilyen főváros szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés van, főleg itt a Duna környéke, meg hogy látod egybe így azt, hogy Budai vár, meg parlament, meg a hidak, meg nem tudom, és csodaszép konkrétan, és bárhol vagyok, bármilyen európai fővárosban, én mindig az van a fejemben, hogy szerintem Budapest a legszebb. És ezt szerintem ezt nem csak elfogultságból mondom, hanem tényleg. Szép az élet itt lesz, tiszta élvezet, a bölcse lesz, Hakuna Matata. Az a parlament. Wow. Ezt tudtad? Én azt van. Hát abban a hatalmas problémában ütköztem, hogy ez nagyon-nagyon tetszik, de nem leárazott, pedig leárazott helyről vettem le. Így ezért elgondolkodtató, de az a baj, hogy túlságosan tetszik, szóval most nem tudom, hogy mit tegyek.
Na hát futottam még egy kört az Zara leárazásokon, ugyanis most már tényleg nagyon-nagyon jó árban vannak kint a ruhák, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megnézem őket újra. Váfán nagyon tetszett ez a narancssárga-piros kombó, viszont a narancssárgából mindig hadilában állok, nem tudom, hogy amúgy ez jól áll nekem, szóval ezt ott hagytam. Ezek után felpróbáltam a lehető legkényelmesebb, legjobb szabású oversized hoodit, ez nagyon-nagyon tetszett nekem, alig várom, hogy ezt összeviseljem, szóval ezt egyértelmű volt, hogy elhozom. Felkaptam ezt a nyári inget is, Attilának egyébként pont ugyanilyenje van, de valahogy magamon nem éreztem olyan különlegesnek, olyan semmilyen volt, úgyhogy ezt nem hoztam el. Nagyon sokszor mondtam már, hogy az egyik kedvenc színem a citromsárga, és imádom az ilyen nagy kardigánokat, ebben is annyira kényelmesen éreztem magam. Szerintem ez az egyik kedvenc ruhadarabom a mostani vásárlásomból, nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Aztán ezt a mellényt is nagyon vagánynak gondolom egyébként, szerintem nagyon-nagyon jól nézett ki, viszont ránéztem a címkére, és ez sem volt leárazva, és valahogy azt éreztem, hogy ennyi pénzt nem ér nekem most ez, úgyhogy ezt ott hagytam. Úgy látszik, nagyon őszre sikerült bevásárolnom most, ugyanis ezt a hoodit is megvettem, nagyon-nagyon tetszett, hogy ilyen farmer anyaga volt, de mégis nagyon kényelmes, és imádom az ilyen darabokat, amiket csak felkapsz, és már is jól nézel ki. Ennél a darabnál azt éreztem, hogy amúgy jól néz ki, és szerintem fel is venném olyan egyszer-kétszer, és utána soha többet, szóval ezt végül nem vettem meg. Látjátok, mennyit fejlődtem a vásárlásban? Már így kialakult egy ilyen kritikai gondolkodásom. Na és akkor az a bizonyos párdusz mintás ing, amivel nagy bajban voltam, ugyanis ez nem volt leárazva, de nagyon-nagyon tetszett. Végül meggyőztem magam azzal, hogy amúgy szülinapom van, mármint szülinapom lesz 2 hét múlva, és szerintem ebbe is leszek a szülinapomon, úgyhogy végül is nem bánom, és nagyon-nagyon örülök neki.